Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Idén ünnepeljük a Hortobágyi Nemzeti Park védetté nyilvánításának 50. évfordulóját. Az ország első nemzeti parkjának 1973. január 1-i létrehozását nagyban segítette a magyar kormányhoz benyújtott Pro Natura memorandum, amelyet 21 nemzetközi hírű tudós írt alá. A puszta fél évszázados történelméről beszélgetünk Kapocsi Istvánnal, a Hortobágyi Nemzeti Park általános igazgatóhelyettesével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát olyan sok időt telt, már alig tudtam kimondani, ugye, hogy 50 évet ünneplünk most már idén. Azt hiszem, hogy Aradi Csaba nyugalmazott igazgató mondta egyszer, hogy egy évtized az a puszta életében egy füttyentés, viszont egy 50 éves ciklus egy Hortobágyi Nemzeti Parknál, gondolom, hogy azért mégiscsak egy jelentős időszak. Igen, van mire emlékezni, és van miből tanulni. Az elmúlt 50 évben, ahogy ön is mondta, voltak olyan időszakok, amiket tényleg csak pillanatként éltünk meg, viszont voltak olyan időszakok, amiket hosszú időre meghatározónak tekinthetünk. Az igazgatóság, illetve a nemzeti park megalakítását követő években még a kibontakozás folyt, próbálta megtalálni a helyét, és próbálták a nemzeti park helyét is megtalálni a magyar természetvédelem rendszerében, hiszen az még éppen csak kialakulóban volt, és utána, amikor a nemzeti park megalakult, és mellette tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek sora kezdett alakulni, nem csak a nemzeti park működési, mai működési területén, hanem országosan is, elkezdődött a természetvédelem rendszerének az átalakulása is, ezért alakult ki az, hogy a nemzeti park igazgatóságot emlegetjük, ami ma három megye területén dolgozik, működik, és a Jászságtól a Nagykunságon keresztül, a Közép-Tiszán át, a Hajdúságig, Hortobágyon keresztül a Szatmár-Belegig működünk, dolgozunk. De a Nemzeti Park megalakításának valóban most ünnepeljük az 50. évfordulóját. Ugye ez manapság már természetes, hogy itt van nekünk a Hortobágyi Nemzeti Park, de azért mégiscsak ezt a területet meg kellett védeni valamitől. Mitől kellett leginkább megvédeni? Mondjuk hol voltak a legkomolyabb harcok, küzdelmek annak érdekében, hogy valóban vissza tudjuk adni a természetnek ezt a területet? Valójában a természetvédelem állami szinten már 1872-es évtől az első vadászati törvény megjelenése óta működik, akkor mondták ki azt, hogy vannak védendő természeti értékek, vannak olyan fajok, amelyeknek a védelme érdekében a vadászati korlátozás indokolt. Ez volt az első olyan intézményesített lépés, ami után ilyen intézkedések, törvények, jogszabályok sora vezetett odáig, hogy 1961-ben megszületett egy természetvédelmi jogszabály, amit utána majd, ami tulajdonképpen lehetővé tette a Nemzeti Park megalakítását is. És ezt követően 1986-ban lépett érvénybe a ma is ismert, a természetvédelmet, természetvédelméről szóló törvény, ami meghatározza a jogi kereteit a intézményesített természetvédelemnek. Itt ugye azért folyamatosan dolgoznak azon, hogy tényleg eredeti állapotában adják vissza a természetnek ezt a területet. Még néhány éve is lőszermentesítés volt, mi is beszámoltunk erről annak idején a híradóban. Hol tart ez a folyamat? Vannak még olyan tennivalók, amik még tényleg hátra vannak ahhoz, hogy valóban nagyjából eredeti állapotában legyen a puszta? Igen, említettük Aradi Csavát, és őt idézném akkor, amikor úgy fogalmazott, hogy a Nemzeti Park megalakítását követő évtizedeket számíthattuk a daliás időknek. Akkor tervezték, akkor vetették papírra, akkor álmodták meg azokat a természetvédelmi fejlesztéseket, amiket aztán szépen lassan a 2000-es évek elejétől, 99-től, a 2000-es évek elejéig elkezdtünk tervezni, majd először megvalósult egy Life Nature projekt keretében egy táji szintű élőhelyfejlesztés, ez a Hortobágyot behálózó öntözőrendszerek, egykori rizsrendszerek, egykori vízelvezető rendszereknek a megszüntetése.
Ennek a célja az volt, hogy táji szinten állítsuk helyre a puszta vérkeringését biztosító szikereknek a működését. Ez volt egy olyan nagy projekt, ami után láttuk, hogy meg tudunk ilyenekkel birkózni, van energia, van tudás az igazgatóság humán erőforrásában, ezért továbbiakban a pusztát behálózó, ugyancsak így kell fogalmaznom, mert tényleg erről van szó, légvezeték rendszernek a földkábelre cserélését kezdtük el. Ezek a projektek a mai napig is folynak, kisebb-nagyobb léptékben, de ami nagyon nagy munkánk volt, az 2013-ban elkezdődő projekt, ami 2019-ben zárult, ez a Hortobágyi bombatérnek a lőszermentesítése volt, és a művelésbe vonása. A bombatér az egy állami egyes kivett terület volt, a Magyar Honvédség használatában volt korábban. Tőle a magyar állam, ugye a tulajdonos tőle vette át a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésbe, és ekkor kezdődhetett el ez a lőszermentesítési program. A területet, ahol meg tudtuk a lőszermentesítést valósítani, az azóta gyep művelésbe lett átsorolva, és azóta itt a terület használat zavartalanul folyik. És ugye van még tennivaló, gondolom, mert hogy egy ilyen területen sosem állhat meg az élet ilyen szempontból. Tervezzük, és már tettünk komoly lépéseket az irányba is, hogy a Hortobágy folyó természeti állapotát helyreállítsuk. Ez korábban egy nyert projekt volt, itt épp a bombatéri lőszermentesítés költségeinek a megemelkedése miatt kellett a Hortobágy folyó revitalizációját célzó projektről lemondanunk, de itt a kisebb lépésekbe talán úgy, hogy megosztjuk ennek a nagy projektnek a fejlesztési állomásait. Szeretnénk megvalósítani állami támogatással, vagy Európai Uniós forrásból. Ennek a célja az, hogy a Hortobágy folyót a régi medrébe, természetes medrébe visszatereljük, azokat a fokokat, azokat a vízkilépési lehetőségeket, ahol a folyó vízzel látta el a környező puszta részeket, ezeket működővé tegyük, működőképessé tegyük. A célunk az, hogy ezeknek a fokoknak a szabályozott víz kormányzását is megvalósítsuk. Ez természetesen a vízügyi igazgatóság segítsége, hozzájárulása, aktív közreműködése nélkül nem lehetséges, úgyhogy ezt a projektet velük együttműködésben szeretnénk megvalósítani. Van erre esély, hogy ez összejöhet egyébként? Igen, jó esélyt látunk rá, a szándék mindkét fél részéről megvan. Hát a pénzügyi forrás szükséges hozzá, de látjuk ennek is lehetőségét, hogy megtaláljuk. Visszatérve a jubileumra, ugye mégiscsak 50 évről beszélünk, illetve ugye a 9-jukú híd most már 190 Igen. éves, ugye ez egy szintén egy szép jubileum idén. Mivel tervezik megünnepelni? Gondolom, hogy azért erre készülni kell ilyen jubileumokra. A megemlékezés és az ünnepi sorozat az már a 2022-es behajtási ünnepségen megkezdődött, Hortobágyon, a Petőfi téren a daruszobor felavatásával, ami Györfi Sándor szobrászművésznek az alkotása. Akkor hirdettük meg a jubileumi évet, de ebben az évben lesznek igazán a nagyobb események, valóban még szervezés alatt van. Ezek közül az első az már január 11-én lesz, amikor a Hortobágyot érintő települések polgármestereit látjuk majd vendégül, és közösen emlékezünk vissza az elmúlt évre. Aztán a kihajtási ünnepségen áprilisban lesz egy nagyobb szabású ünnepség, ahol a Nemzeti Park Igazgatóság dolgozóit is szeretnénk vendégül látni, minden dolgozóját, és ezt követően vannak kisebb és nagyobb programjaink, elképzeléseink, többek között Hortobágy házhoz megy projekt, ami korábban nagy sikerű volt itt Debrecenben, a Nagy Erdőben, és a Virágkarneválon is szeretnénk majd megjelenni valamilyen formában.
Ezek szép tervek. Ugye itt adódik a kérdés, ami mondjuk örökös kérdés egy nemzeti park esetében, hogy mennyire kell valóban egy természetvédelmi funkciót ellátni, és mennyire lehet kinyitni mégis valamennyire, hogy a turisztikát, ugye hát, mint akár forrást is igénybe tudják venni. Elvárás velünk szemben, hogy fejlesztjük a turisztikai látnivalóinkat, így a látogatóközpontot is egy modern, a kor szellemének megfelelő átalakításon szeretnénk keresztül vinni. Most ez is egy végéhez közeledő fejlesztési pályázati program. Ezt konzorciumi partnerként a Hortobágyi Nonprofit Kft-vel és Hortobágy település önkormányzatával hajtottuk végre, vagy hajtjuk végre, mert még nem fejeződött be. A Hortobágyi Kisvasút, a Malomházi Vadaspark, mint kiemelt helyszínek folyamatos fejlesztés alatt vannak, és ezeknek annak érdekében, hogy ezeket a idegenforgalom irányából megfogalmazott elvárásokat teljesíteni tudjuk, folyamatosan igyekszünk fejleszteni és frissíteni a idegenforgalmi kínálatunkat. Na hát akkor itt is van tennivaló. Igazgató helyettes úr, köszönöm, hogy itt volt velünk, szép jubileumi évet kívánok! Nagyon szépen köszönöm!